Stílszerűen sűrű füst és a tűzjelző hangja szakította meg a Vármegyei Katasztrófavédelem munkájáról szóló kisfilmet szerda délelőtt a Pláza moziában. Arra! Amint megszólalt a tűzjelző, a mozi munkatársai felkapcsolták a fényeket, és segítettek a fiataloknak abban, hogyan tudják leggyorsabban elhagyni a termet. A diákok a tűzlépcsőn keresztül jutottak biztonságos helyre. Volt azonban négy diák, akik a bevásárlóközpont tetején rekedtek, őket az egyenruhások mentették meg. A tűzoltók létrán vitték le a parkolóba a feltételezett szituáció szerint bajba került mozizókat. A gyakorlat célja kettős volt, mondta a székesfehérvári katasztrófavédelmi kirendeltség vezetője. Sallai László szerint a tűzoltók rutinosabbá válnak az ilyen feladatok teljesítésével, és a fiatalok körében népszerűsítik a tűzoltó hivatást. Fiataloknak pedig olyan impulzusokat szerettünk volna átadni, hogy ők, ha valamilyen rendkívüli eseményen találkoznak, akkor őrizzék meg a higgadságokat, legyenek szemfülesek, talpra esettek, másokon is tudjanak segíteni. Egy beavatkozás során nagyon fontos a kiérkező egységeknek, hogy milyen tömeggel, milyen személyekkel találkoznak, és egy nagy segítség, hogyha felkészült emberek vannak a helyszínen. A gyakorlaton több mint 300 olyan fehérvári középiskolás vett részt, akik rendészeti ismereteket is tanulnak. A fiatalok azt mondják, nagy élményt jelentett számukra, hogy testközelből élhették át, hogyan dolgoznak a tűzoltók. Azért izgultam, persze természetesen izgultam, mert hát azért nem mindennapi, hogy a moziba bent ülünk, és akkor hogy csak lesz egy ilyen helyzet, de... Amúgy meg jó volt, és nagyon jól elmagyarázták, hogy mit kell csinálni, hova kell menni, és az egész protokoll nagyon jó volt szerintem. A gyakorlatot önként vállalt feladatként teljesítette a kirendeltség, utoljára 2 éve volt hasonló, és a jövőben szeretnék rendszeressé tenni. Az Alba Plázának azonban ez volt az előírás szerinti éves tűzriadó gyakorlata, így az üzleteket átmenetileg bezárták délelőtt.